örvendezés. Örvendek, édes, örvendek. Már annyit sírtam férfi létemre, nem asszonyos gyávoltalanságban, de való szenvedésben. A Vörösmarty Könyvtár olvasótermében folytatódott Bokros Judit és Gellé Miklós Gábor moderálásával a Nyitott Könyvek irodalmi beszélgetés sorozat. Az idei első találkozás témája az 1990-ben Székesfehérváron indult Árgus irodalmi folyóirat alapításának időszaka volt, amelyet a Labban megjelent versek előadásával Ács Tamás színművész is megidézett. A fehérvári irodalombarátok, akik akkor is már mondjuk az Árgus indításakor ott voltak a folyóirat körül, illetve azok, akik esetleg követték aztán a sorsát, előfizettek rá, olvasták, és mondjuk azóta is szívesen emlékeznek rá. Ők egy ilyen emlékesten együtt hát idézhessenek emléket, vagy egyáltalán ezt a korszakot felidézzék. Péntek Imre József Attila Díjas költő az irodalmi folyóirat első főszerkesztője visszatekintésében megerősítette, a rendszerváltás időszakának egyik nagy áttörése volt, hogy a kor székesfehérvári legendái Takács Imre, Sobor Antal, Kalász Márton, Román Károly is részt vett a megalapítás folyamatában. Ember nagy segítségemre volt Baranyi Pál, aki többször elmondtam az elképzelésben, milyen jó lenne, ha lenne a város reprezentatív szellemi orientáltságát bemutatni, és az itt létvő irodalmárok, képzőművészek munkáit pedig nagyobb nyilvánossággá tárni. Bakonyi István főszerkesztő helyettesként, míg az est vendégei Simek Valéria, Neményi Zsolt és Sági Zoltán szerzőként tett nagyon sokat azért, hogy létrejöhetett az Árgus. De valóban, hogy életem legjobb szakasza volt tulajdonképpen az a másfél esztendő, vagy egyik legjobb szakasza, amit az Árgusban tölthettem el, hiszen sokunk vágya teljesült annak idején, hiszen Fehérváron többen szerettek korábban folyóiratot létrehozni. A tartalmas diskurzusból az irodalombarátok megtudhatták, milyen elvek mentén bocsátották útjára, miért jelentett áttörést, illetve milyen fogadtatásban részesült a mára legendássá nemesült folyóirat Székesfehérváron és az országos irodalmi berkekben.